Sziasztok, gyakorlósok! Most már nyugodt a Barkóczi utca udvara, de néhány nappal ezelőtt rengeteg színes és érdekes program várt a diáktársainkat az Eszterházi napon és a diáknapon is egyaránt. Mai adásunkban betekintést nyerhettek a szakképzősök kiállítására, valamint szó lesz iskolánk legszebb rendezvényéről, a ballagásról is. Tartsatok velünk! A sulinapló első oldalára ebben a hónapban az intézmény talán egyik legnépszerűbb rendezvénye, a diáknap került. Mozgalmas és színes programok várták a kicsiket és nagyokat egyaránt április 23-án a gyakorlóiskola mindkét épületében. Egervárosa egész éves programmal készül a Gárdonyi Géza emlékévre, a rendezvény sorozathoz iskolánk is csatlakozott. Intézményünk április 23-án Gárdonyi nyomában címmel, egésznapos programjával, minden bizonnyal üde színfoltjává vált az emlékévnek. A rendezvényt reggel 8 órakor a 4. A osztály nyitotta Gárdonyi életéről szóló, műveinek sokszínű kínálatát bemutató színvonalas, zenei betétekkel tarkított műsor. A megemlékezésre nagyon sokat készültek a negyedikesek. A kettős jubileumot ünnepünk az idén, mert Gárdonyi Géza 90 éve halt meg, és 150 éve született. És milyen műveket dolgoztatok fel? Olyanokat, hogy Gárdonyi életét, hogy milyen könyveket alkotott, meg a szó, milyen bölcs mondásai voltak. Például a világot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket, a szeretet. A műsort követően az intézmény elhivatott pedagógusai játékos sétára invitálták az 5. és 6. osztályos diákságot. A túra kezdete előtt minden osztály tablót készített az egri kötődésű íróról, majd saját menetlevelével együtt útnak is indult. A játékos vetélkedő útvonala 8 állomáson keresztül vezetett. Mindeközben a Barkóczi utcai épület udvarán felállított sátorban már javában kampányoltak a diákigazgatójelöltek. A 4 vállalkozó szellemű gimnazista osztálytársaikkal együtt időt és energiát nem kímélve készültek erre a napra heteken át. A diák nap a 4 osztály bemutatkozásával kezdődött. Elsőként a 11. A osztály mutatkozott be, elnök jelöltjükkel Zsomborral. Igazi katonás rendet vágtak az FN sátorban, ahol már reggel 8-kor garantált volt a jó hangulat. Zsombor a lázadó diákok szószólójaként kívánt érvényesülni. Őket követte a 11. B osztály Zsófi vezetésével. Igazi pókerfészek voltak. Kovács Zsófi egyetlen lány jelöltként optimistán vágott neki a napnak. A céljuk az volt, hogy igazi bűnbarlangot csináljanak az iskolából, ha csak egy nap erejéig is. A 11. C Zsolti vezetésével táncolta be magát a sátorba, fokozva a már egyébként is emelkedett hangulatot. A fiatalember nagyon komoly célokat tűzött a zászlajára. Thank you.
és végül, de nem utolsó sorban a 11. D-osztály mutatkozott be, igazi hungaro hangulatot teremtve táncukkal, megjelenésükkel. Jocó is nagyon vigyázott arra, hogy ne ígérjen olyat, amit később nem tud majd betartani. A nyitányt követően két fő helyszínen, a tornateremben és az FN sátorban, valamint a tantermekben folytatódott a diáknap. A nagy színpadon színes koncertprogramokkal várták az érdeklődőket. Felléptek iskolánk jelenlegi és volt diákjai is több zenekarban, megható pillanatoknak lehettünk tanulni a közös éneklések során. Eközben a tornateremben színes, táncos programokat tekinthettek meg. Volt hastánc, láthattak hip-hop csapatot, társas tánc bemutatót, valamint egy érdekes felvilágosító órát is meg lehetett hallgatni Budavári Ágnes tanárnő tolmácsolásában. A tantermekben is sokszínű programokkal várták az osztályok diáktársaikat. Lehetett smink és divattanácsokat kapni, hennát rajzoltatni, körmöt festetni, kipróbálni, milyen is illuminált állapotban végigmenni egy akadálypályán. Nem hiányozhatott a nyugi szoba, a filmszoba és a teaház sem a kínálatból. A bátrabbak kipróbálhatták magukat végvári vitézként is az udvaron, ahol kardot és pajzsot ragadhattak, megmutatván, hol terem a magyar vitéz. A nap végére nem maradhatott más, mint az eredményhirdetés. Az osztályok feszült figyelemmel várták, melyikük is volt a legeredményesebb. Vizes Lajos intézményegység vezető tökéletes érzékkel tudta elnyújtani a pillanatot, így már mindenkiben pattanásig feszültek az indulatok. A diáknap győztese előtt azonban kihirdette, mely osztályé volt a legjobb újság, legjobb büfé, illetve a legjobb diáknapi film. Kiderült az is, hogy kik a legnépszerűbb pedagógusok intézményünkben. A tanítónők diadalmaskodtak, a Bartók téren Majoros Csilla, a Barkóczi utcai épületben pedig Sulyokné és Stark Krisztina kapták a legtöbb szavazatot. Hát azt láthatnátok, hogy mindenki az arcán ez a mosoly azért nem volt annyira őszinte, amikor megnyerte, akkor az volt, de utána annyi munkája volt diákigazgatóként, hogy bizony-bizony, hogy belefáradt, és most már nagyon szívesen átadja majd az utódjának, hogy ő is megtudja, hogy mi a magyarok istene, talán is milyen diákigazgatóra lenni, amikor majd dolgozni kell. Hát akkor ezek után tényleg sok szép díjat átadtunk, de a legfontosabb, a leglényegesebb az azért most következik. És akkor egyezünk annyiban, hogy hangulatos legyen, mert eddig nagyon jó hangulat, én úgy gondolom, hogy akkor legyen egy nagyon rövid kis visszaszámlálás, de jobb hangosan együtt, hogy is 5-től 1 és 0, és akkor én fogok meg kiabálni egyet, hogy melyik osztály. Oké? Okay? Na nézzük akkor. 11. végül a 11. D-osztály nyerte, Jocó vehette át az iskola kulcsát, és kicsordultak az örömkönnyek is.
Osztályok sportszerűen versenyeztek egymással, és igen színvonalas, sokrétű programot szerveztek diáktársaiknak, ahol mindenki jól érezte magát. Hangulatkoncert címmel láthattak egy tárlatot iskolánk szakképzős diákjainak és tanárainak munkáiból. A megnyitón mi is ott jártunk kameránkkal. A kiállításnak már nagy hagyománya van, nem ez az első eset, hogy a város lakói is megszemlélhetik iskolánk tehetséges diákjainak és tanárainak munkáit. A mostani tárlatnak az EGRI bevásárlóközpont adott otthont, a tablók elrendezését két vezérelv határozta meg. A diákok és a megjelent pedagógusok, látogatók érdeklődve figyelték egymás munkáit, sokan felfedezték saját kezük munkáját és örömmel beszéltek a képzésről. A szakképzésen tehát három szakirány, a grafikus, képgrafikus és mozgóképi animáció készítő szak várja tanulni vágyó, ügyeskező diákokat a következő tanévben is. A jövőben talán épp az ő munkáik is láthatóak lesznek egy hasonló kiállításon. Iskolánk színjátszó csapata indult a 13. országos diák színjátszó találkozó versenyén. A Filter csoport a regionális döntőben Sophocles, Tennessee Williams és Szomori Dezső műveiből kiragadott jeleneteket mutatott be. A darab címe Nővérek. Az idén nyáron alakult Filter csoport első igazi megmérettetésére az országos diák színjátszó találkozón került sor. A darab szereplői Zoller Viktória, Zoller Nikoletta és Forgács Fanni. A versenyen színvonalas munkájukért külön díjban részesültek. Ezt az előadást Kaluni Gyeles Réka tanárnővel csináltuk. Ő már diákként is részt vett ebben a darabban, és úgy gondolta, hogy mivel mi már évek óta együtt dolgozunk, készen állunk arra, hogy Zoller Viktória és Forgács Fannival együtt megcsináljuk ezt a darabot. És újra előszedtük ezt a szöveget, nyáron elkezdtük ezt begépelni, és azóta készülünk ezzel a darabbal. Hogyan készültetek fel erre a darabra? Már nyáron elkezdtünk ezzel a darabbal foglalkozni, megkaptuk Réka nénitől a szövegeket, és elkezdtük begépelni, otthon pedig kiválasztottuk magunknak azokat a karaktereket, amiket majd szeretnénk játszani. És igazából Réka néni koordinálásával majdnem minden héten próbáltunk, ahogy elkezdődött a tanév, viszont közben jött egy kis, hát nem probléma, édes teher, ugyanis Réka nének megszületett a kisfia, ezért igazából hármunkra hárult a feladat, hogy megrendezzük ezt a darabot. Végül is egész jól jött ki, mert szerintem mind a hárman fel tudtunk nőni ehhez a feladathoz, és mivel már mind a hárman egy közös darabban játszottunk, ugyanis tavaly felléptünk a Quantum Fantommal, ezért jó volt, mert már tudtunk egymásnak segíteni, és össze voltunk annyira hangolódva, hogyha mondjuk a másikunk hibázott, vagy valami, akkor tudjunk egymásnak segíteni. Milyen emlékezetes pillanatok történtek a próbák alatt? Hát a próbák alatt elég sok hiba történt.
vagy hogy nem tudtuk a szöveget, vagy nem tudtuk, hogy mikor, hova kell menni. De igazából ez a próbáknál természetes, ugyanis mindig mindent át kell próbálni 83-szor, és még akkor sem lesz jó, és sosem lehet tökéletes. Viszont inkább az előadásoknál voltak olyan nagyobb bakik, amiket természetesen csak mi vettünk észre, mivel úgy érzem, hogy tudtuk egymás problémáit korrigálni. Az első előadásunk az a Teaházban történt, a Bartók téli épületben, ahol a tanárok számára és a diákoknak, akik a Teaházban benne vannak, nekik adtuk elő ezt a darabot. Na hát most az 55 perces darabból csináltunk egy 35 perceset, mert az előtte való napokban, már nulladik órákban is, és egész délutánig, estig bent voltunk próbálni, és annyira agyon próbáltuk, hogy egyszerűen már minden bakit, amit lehetett, azt elkövettünk. Ez annyiban volt jó, hogy erre pár napra mentünk el egy versenyre, az Országos Diákszínjátszó találkozóra, amit Miskolcon rendeztek meg, ez volt a regionális döntő, és Réka néni azt a tanácsot adta nekünk, hogy a premier után, ami végül is jól sikerült, csak tudunk ennél jobbat is, pihenjünk egy napot, és másnap indultunk is a Miskolci döntőre. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok? Igazából tényleg ez volt az első olyan nagyobb feladat, ami már nem egy gyerekdarab, aminek már igazi tétje volt, és úgy érzem, hogy mind a három fel tudtunk nőni ehhez a feladathoz. Úgy gondolom, hogy igazán nagy kihívás elé állított minket Réka néni, és állítottuk mi is magunkat, ugyanis a karakterválasztásoknál pont olyan karaktereket kaptunk, amik nem ránk jellemzőek az életben. Például nekem nagyon nagy kihívást jelentett az, hogy a harmadik jelenetben Magdát játszom, aki egy vehemens, akinek végül is ordibálnia kell a színpadon, aki az életben nem én vagyok. Tehát, hogyha konfliktus helyzet van, akkor én vagyok a nyugodt, aki nem szól vissza. És ezért mondjuk nekem ez egy nagyon nagy problémát jelentett, és igazából azzal a tapasztalattal gazdagodtam, hogy egy másik oldalamat is meg tudtam mutatni a színpadon, és azt hiszem, ez elmondható a másik két lányról is, mert ahogy láttam, ahogy ők is fejlődnek, és szerintem rengeteg tapasztalatot tudtak kapni azáltal, hogy ők részt vettek ebben a darabban. Milyen eredménnyel zárult a verseny? Az Országos Diákszínjátszó találkozón a Filter csoport külön díjban részesült odaadó és színvonalas színészi munkájáért. Ezért szeretnék most köszönetet mondani a felkészítőinknek és azoknak, akik támogattak minket. Először is Kaluni Gyenes Rékának, ő volt a rendezőnk, Kormos Kittinek, a rendezőasszisztensnek, Szerezsán Gabriellának, a menedzserünknek, Párkányi Istvánnak, aki segített nekünk eljutni ugyan kis problémával, de eljutottunk végül is a döntőre, és magának a Teaháznak, aki, tehát az egész, a csapat úgy lett összetéve, hogy mi a Teaházban veszünk részt, ez egy havonta összeülő kis társaság, tanárok, diákok egyaránt, és együtt érezzük jól magunkat, zenélünk, verseket olvasunk vagy írunk, és bármi, ami a művészettel foglalkozik, és igazából, ha nem lenne ez a Teaház csoport, és nem lennének Réka néni és Gabi néni, akkor nem alakult volna meg a Filter csoport, innen jött a nevünk is, és nem jutottunk volna el idáig az ő segítségük nélkül. Táncosaink idén áprilisban is taroltak. Az AMI modern kortárs tánc növendékei több kategóriában is első helyezést értek el, mind az országos, mind a területi megmérettetéseken. Emellett 5 diákunk is szerepet kapott a Gárdonyi Géza Színház Molerus című balett előadásában. A Táncpedagógusok Országos Szövetsége által rendezett versenyt április 7-én tartották Budapesten, ahol az Amisok Aréna című csoportos tánca mellett Molnár Zsófia és Jacsó Anna duettjét találták a legjobbnak. Zsófi Fehér Holló nevű szólójával pedig a harmadik lett. Majd április 13-án Debrecenben a Magyar Látványtánc Sportszövetség szervezésében az Arénával, Anna szólójával, valamint Zsófi és Gabica duettjével a lány a dobogó legfelső fokára léphettek fel. A Rubi Anna által összeállított koreográfiákat Gulyik Judit tanárnő tanította be.
A lányok tavaly már bebizonyították, hogy méltóak az Európa-bajnoki címre, és idén májusban, ha jól teljesítenek a rájuk váró országos versenyen, minden esélyük megvan a címvédésre. Addig is kitartóan készülnek az elkövetkezendő megmérettetésekre. Négy osztály ballagott el május 3-án iskolánkból. A változékony időjárás miatt az idei ünnepséget a Bartók téri rendezvényteremben tartották meg. Megható pillanatoknak lehettünk tanúi, amikor az érettségi előtt álló diáktársaink felidézték az elmúlt 4-5 év emlékezetes pillanatait. A végzős diákok elsőként megkoszorúzták a névadó szobrát a Barkóczi utcában, majd búcsút véve az épülettől átballagtak a Bartók térre. A zászló behozatal ünnepélyes aktusát követően a fiatalabb diáktársak zenés, verses, prózával színesített műsorral köszöntek el a ballagóktól. A Pusztai Eszter és Lukácsné Lengyel Marina tanárnők által összeállított megemlékezés egyszerre szólt az elválás nehézségéről, az előttük álló út bizonytalanságáról, ugyanakkor reményt is adott a megkezdett út folytatásához. A végzősök képviseletében 4 diák búcsúzott az intézménytől, a társaktól, a pedagógusoktól. Egy képzeletbeli fényképalbum felelevenítésével sorra törtek elő az itt eltöltött évek szebbnél szebb emlékei. 10. osztályosként fő feladatunk az volt, hogy mutassunk be egy táncot a Varsangi Bál keretein belül. A táncpróbák jó hangulatban teltek, mindenki izgatottan várta a Varsangot, de nem csak az előadásunknak. Főleg a lányok élvezték az előkészületeket, hiszen egy bálra ruhát kell vásárolni, fordrászhoz és munkáshoz menni, és az köztudott tény, hogy a lányok imádják az előre dolgokat. Majd elérkezett a bálnak, ahol lányok bűnőrűek, a fiúk pedig festek voltak. Miután minden osztály előadta a betanult koreográfiát, vacsoráztunk a meghívott vendégeinkkel és tanárainkkal, majd voltak, akik addig rották a táncot, amíg bírták erővel. 11. a nagy megmérőtetés a diáknak volt, amire minden osztály keményen készült. Jobbnál jobb programokat szerveztünk, amin a diákok részt vettek. Többféle elfoglaltság közül választottak az iskola diákai, a lustáktól kezdve a hiperaktívokig mindenki talált magának való szórakozást. Voltak táncosok, zenekarok, előadások, szobák, ahol... A ballagó képviselői ezt követően a hagyomány szerint feltűzték a szalagot az intézmény lobogójára. Vizes Lajos intézményegység vezető a Queen Viszabaival nyitotta búcsúbeszédét. Elmondta, fontos, hogy merre tartunk, és az utak mindig elvezetnek valahová, de sokszor csak az utolsó pillanatban értjük meg a végső célt. Az iskolán a tanév legszebb ünnepe ez a mai. Ezzel az ünnepélyes órában az öröm és a szomorúság egyaránt jelen van bennünk. Örülünk annak, hogy útra bocsáthatjuk tanítványainkat, és szomorúak vagyunk, mert minden elválásban van valami fájó, bizonytalan érzés, lehet, hogy ez az utolsó találkozás. Bízom bennem, hogy az eltelt 4-5 év olyan szoros kötődés alakított ki, hogy ez a búcsú csak időleges lesz, és rendszeres találkozásaink alkalmával figyelemmel kísérhetjük majd életetek további alakulását. Az itt töltött évek alatt sokat változtatok, felnőttetek. De maradjatok olyanok, amilyenek alapvetően vagytok. Tartósabb, bátor, embertársaitok iránt figyelmes, toláns, a jövőt tudatosan építő, a világra nyitott, szeretni tudó és szeretetre vágyó fiatalok. Az elmúlt pár évben közel 1 milliárd forint pályázati forrás bevonásával számtalan infrastrukturális fejlesztés biztosította a magas szintű oktató-nevelői munka megvalósulását. Az intézményben legalább 60-an tettek előrehozott, sikeres érettségi vizsgát egy vagy több tárgyból, valamint sok jó tanulmányi és sporteredménnyel öregbítették a gyakorló hírnevét a diákok. A legjobb teljesítmény nyújtókat a vezetőség különböző kitüntetésekkel díjazta a ballagási ünnepségen. Az Eszterházy Károly Főiskola gyakorló iskolájáért emlékérmet a 12. A osztályos Maruzs Noémi vehette át,
a Művészeti Nevelésért és Tevékenységért Alapítvány képzőművészeti kategóriájának szintén Noémi lett a díjazottja, aki nevelőtestületi dicséretet is kapott. Az Eszterházy Károly Főiskola gyakorló iskolájának kiváló sportolója díját a 13. D-osztályos kötélugrásban kiemelkedő eredményekkel rendelkező Gell Gertrud, valamint a Kyokushin karate sportágban jeleskedő 12. B-s Ferenci Alex vehette át. A Művészeti Nevelésért és Tevékenységért Alapítvány a művészeti nevelés terén kiemelkedő eredményt elért tanulókat három kategóriában díjazta, könyvutalvánnyal, valamint oklevéllel. Az irodalom kategória második díját Molnár Zsanett, 12. B-osztályos, a képzőművészeti kategória második díját Antal Melinda, 12. A-s, az énekzene kategória első díját pedig Lékó Anna, 12. B-osztályos diák vehette át. Kimagasló közösségi tevékenységéért Józsa Dóra, Nagy Fiorella és Verebélyi Gábor tanulókat ismerték el, de megköszönték a diák önkormányzati munkában aktív szerepet vállalók tevékenységét is. Az ünnepség végén a szülők, hozzátartozók köszöntötték a diákokat. A mai súly naplót ezzel most bezárjuk. Műsorunkat megnézhetitek a legnagyobb videó megosztó csatornán is, valamint véleményezhetitek is adásunkat az iskola közösségi oldalán. Erre a néhány hétre még kitartást kívánok nektek, ígérem, mi dolgozni fogunk. És ne feledjétek, a súlynapló csapata bárhol megjelenhet az iskolában. Sziasztok!